ünnepi szentmisével és az azt követő zenei elhitattal emlékeztek Kodály Zoltánra halálának 57. évfordulójához közeledve. A szentmisét Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálta. Mint az beszédében kiemelte, Kodály Zoltán példája mindannyiunk előtt ott áll, hiszen akármilyen rendszer is volt, a hitét mindvégig megtartotta, sőt a Szentírás napi szinten olvasta. Példa számunkra tanárnőnek a elkötelezettsége, szorgalma, hogy valóban ismerjük meg a Szentírást, napi szinten foglalkozzunk vele, ragaszkodjunk a hitünkhöz, ragaszkodjunk a tradícióhoz, mindazokhoz a hagyományokhoz, amiket az egyház ránk bízott, és amelyek megőriznek bennünket. A szentmise után a székesfehérvári Kodály Zoltán gimnázium vegyeskara és az Alba Régia vegyeskar Kodály művek eléneklésével emlékezett a mesterre. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kodály Zoltánné Péczeli Sarolta is, aki az est végén külön köszönetet mondott Kneifel Imre karnagynak. A koncert helyszín Fehérvárhoz kapcsolódó érdekessége, hogy a Kneifel család több szállal kötődik a Mátyás templomhoz. Kneifel Imre felmenői közül többen is ott végeztek szolgálatot. Imre dédnagyapja Kneifel Antal a budavári főplébánia zenekari igazgatója volt. Halála után legidősebb fia Kneifel Ferenc vette át a karnagyi állást. Majd 1892-ben megpályázta a székesfehérvári székesegyházi karvezetői posztot, s az itt működő Cecília kórus vezetését.